Négy fronton, a bajnokságban, a Magyar Kupában, a CEF Kupában és a MEVZA Kupában is helyt kell állniuk a nyíregyházi női röplabdázóknak a 2017-2018-as szezonban. Utóbbi a Közép-Európai Liga a régió élcsapatait vonultatja fel. A nyitó tornát a jövő héten rendezik a Continental Arénában. Horváth András együttesének célja a négyes döntőbe kerülés, de mint a vezetőedző elmondta, nem célként, hanem eszközként tekintenek a sorozatra. Mindenképpen a felkészülést segíti. Egy erős kuparendszer ez, egy erős bajnoki rendszer. Ugye külföldi csapatokkal végig, szlovákokkal, osztrákokkal, csehekkel, horvátokkal, mindenhonnan a bajnok vagy a második helyezett érkezik. Azt gondolom, hogy ilyen mérkőzés Magyarországon kevés van. Ezért próbáljuk meg felhasználni arra, hogy a magyar bajnokságban minél előrébb lépjünk, minél több rutint szedjünk össze a mérkőzések alatt. A nyíregyházi játékosok augusztus második hete óta készülnek az előttük álló szezonra. A csapat kapitánya szerint már nagyon várják, hogy tétmecseken léphessenek pályára. Elég hosszú volt az elmúlt hónap, hát ilyenkor már nagyon várjuk azt, hogy végre tétmérkőzésen is érezhessük el a feelingjét. Nagyon-nagyon hosszú volt, nagyon kemény edzések voltak, sokszor nagyon elfáradtunk, úgyhogy szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon várjuk a mérkőzést, és nagyon pozitív minden, hála jó ég, nagyon profi körülmények között tudunk mindent véghez vinni, edzeni a gyulatást is. Ugye most a Continental csarnok is egy kicsikét újult előző évhez képest, a kondi edzéseket itt tudjuk végigcsinálni, a gyulatást itt tudjuk megcsinálni, nem kell körbe mennünk az egész városba, úgyhogy ez nekünk hatalmas segítség. Úgyhogy tényleg teljesen profi körülmények között vagyunk. A stáb is erősödött, van egy új ember velünk, aki még pluszba tud minket dolgoztatni, úgyhogy egyre erősebbek vagyunk. A nyíregyháziak két játékosa, Tóth Fruzsina és Villám Lilla kedden csatlakozott a csapathoz, ugyanis az elmúlt héten a magyar válogatottal az azerbajdzsáni Európa-bajnokságon szerepeltek. Hatalmas élmény volt ez az egésznek a hangulata, a légköre, azért mégiscsak egy Európa-bajnokság. Olyan csapatokat láttunk játszani, akiket máskor nagyon nehéz lenne megnézni. Nagyon jó meccseket is játszottunk, igaz, hogy sajnos nem tudtunk meccset nyerni, de közel is álltunk a meccs győzelmekhez. Visszatérve a MEVZA kupához, a Fátum Nyíregyház október 3-án a Szlovák Szlávia Bratislava, október 5-én pedig a cseh Olomouc ellen lép pályára a Continental Arénában. A két vendégegyüttes október 4-én mér összetudását.